A közgyűlés egyik legsarkallatosabb napirendi pontja a nyitott beszámolója volt. 2005-ben alakult a nyírségi többcélú kistérségi társulás, amely 9 település összefogásával a szociális ellátás hatékonyabb működésére jött létre. 2009-ben Kótai a Szociális Segítőszolgálat társulásból történő kilépése mellett döntött, a társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ 2009. május 31-ével megszűnt. Ezt figyelmen kívül helyezte az akkori városvezetés, vagyis a nyitott jogosulatlanul hívott le 56 millió forintos támogatást, amelyet a közel 2 éves kamatokkal együtt vissza kell fizetnie. A munkaszervezet vezetőjét lemondásra szólította fel a képviselőtestület csütörtöki ülésén, valamint a további felelősek keresése indul meg az elkövetkezendő időben. Mivel a szervezet nem tud több forrást lehívni a szociális területek ellátására, mint például a szivárvány idős otthon működtetésére, ugyanakkor a város sem tudja az évi közel 120 millió forintot biztosítani, ezért a nyitottot kérték meg, hogy közbeszerzési eljárás keretében adja át a működtetés jogát civil szervezetnek vagy egyházi szervezetnek. A szocialisták ellenzik a javaslatot. Jelen esetben a szivárvány idősek otthonánál például 1,1 milliárd forintos felújításról beszélhetünk. Szerintem Magyarországon az egyik legkorszerűbb intézménnyel rendelkezik nyíregyháza. Én értelemben elképzelhetetlennek tartom azt, legalábbis a mi álláspontunk szerint, hogy ettől a ellátástól meg akarna szabadulni a város. Én azt gondolom, hogy ez az intézmény ez jóval több annál, mint egy egyszerű nyugdíjas otthon, vagy idős otthon. Ez ma Nyíregyházának az egyik emblematikus példája az idős ellátás tekintetében. Én ezt semmiképpen nem fogom támogatni. Közel 400 ember lakik a szivárvány idősek otthonában. A városvezetés már korábban jelezte, hogy a szociális ellátás területére 6 hónapra terveztek előre, a maradék összegek pedig nem elegendőek jelen állapotban a működtetésre. A legnagyobb részét a feladatoknak pedig pont az említett intézmény teszi ki. Az úgynevezett nyírségi többcélú kistérségi társulás azonban nem tud lehívni rá kiegészítő normatívát. Egy szerencsétlen adminisztrációs hiba, eljárási hiba folytán ebből adódóan az önkormányzatnak jelentős hozzájárulást kell biztosítani a sóstői szivárvány idősek otthonának a működéséhez. Ez 107 millió forint, korábban a 130 millió forintot is kitette éves szinten. Való igaz, hogy jelentős fejlesztések történtek a sóstői szivárvány otthonban, de abban az esetben, hogyha a közgyűlés megadja a felhatalmazást a nyitottnak arra, hogy közbeszerzési eljárás keretében próbálja meg ezt az ellátási formát civil szervezetek, egyházak felé kiközvetíteni, ez nem jelenti azt, hogy a tulajdon is átadásra került. A csütörtöki ülésen szóba került a belvízkezelés kérdése is. Nyíregyháza polgármestere elmondta, az érintett település részeken sikerült kiépíteni a vízelvezető rendszereket, a munkákat várhatóan augusztus végére fejezik be.